A program szeptember 1-én pénteken a Gondűző Borlovagrend hagyományos szakmai napjával kezdődik. Majd 16 órakor kiállítás nyílik az Ágnes Galériában. Vincéné Lőrinc Ágnes keramikus és Dobes Máté grafikus művész alkotásaiból. A kiskörösi szület és szlovák nemzetiségi napok ünnepélyes megnyitója 5 órakor a főtéren felállított szabadtéri színpadon lesz. Ezt követően egy újabb kiállítás nyílik. A Pátria Klub emeleti termében Körösi Tamás alkotásait tekinthetik meg. 18 órakor avatják a Gondűző Borlovagrend új borlovagjait, és átadják a Kiskörösváros szőlészetéért és borászatáért díjakat. Este 8 órától pedig Majka és Körtisz veszi birtokba a főtéren felállított szabadtéri színpadot. A koncert után Szüreti Mulatságon a Welcome Band szolgáltatja a talpalávalót a Mátyás Pálinkaház sátrában. Szeptember 2-án szombaton rendezik meg immár 7. alkalommal a veterán járművek randiját a Petőfi téren. 9 órától idősebb Kunhegyesi Ferenc emlékére a cigány gasztronómiával ismerkedhetnek az érdeklődők a hegyközség épülete mellett a Petőfi téren. A szlovák tájházban egész nap várják az ügyeskező gyerekeket és felnőtteket az alkotóudvarban. 11 órától pedig az Iszkiri zenekar várja a kicsiket a főtéren felállított szabadtéri színpad elé. Nyílt napot tartanak a Mátyás Pálinkaházban, és ezen a napon kóstolhatjuk meg a strapacskát és a hólabdát a kiskörösi ételek látványkonyhájában. Délután 2-kor kezdődik a hagyományos folklórgála, 16 órától pedig a kutyaszépségverseny az Attila utcában. 16 órától veterán járművek lepik el a kiskörösi utcákat, ekkor kezdődik ugyanis a felvonulás. 5 órakor táncházba várják az érdeklődőket a szabadtéri színpad elé. 17 órakor Triász címmel Petőfi Arany Tompa képzőművészeti pályázat anyagában nyílik kiállítás a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum kisgalériájában. Debreceni Kalocsai Kiskunfélegyházi és Kiskörösi alkotók munkáiból, majd a Művelődési Központban a Körös körül a Művészetért Egyesület alkotóinak fotóit csodálhatjuk meg 18 órától. 17:30-tól egyébként a Bor utca raklap színpadán Márko Ákos gitárjátékát élvezhetik az érdeklődők. Este 8 órától Geszti Péteré a szabadtéri színpad Létvágy című koncertje. Azoknak szól, akik szeretik a repülőket, a jazz meg azt, és azoknak, akik szerint a pohár félig tele van, és nem félig üres. A Szüreti Mulatság szombaton is folytatódik. A Mátyás Pálinka ház és a Jet Café sátrában kiegészülve a 22 órakor a közúti szakgyűjteményben rendezendő Szürke Verebek jazz bandájának koncertjével. A banda ezúttal kiegészül a Bohém Ragtime band tagjaival. Szeptember 3-án vasárnap a hagyományoknak megfelelően idén is lesz sütiparádé. A házi habverőmesterek versengése, édes sós torta, valamint reform és hagyományos szlovák sütemény kategóriában. 10-től 12 óráig az egészség kuckóban lehetőség lesz mindenkinek, hogy felmérje egészségi állapotát. A szarvasfogadó előtt gyorsasági versenymotorok kiállítása várja majd az érdeklődőket. A Strapacska udvarban pedig ismét hagyományos ételeket kóstolhatunk. Délelőtt a Petőfi téren mutatkoznak be a mazsorettes lányaink, a Vagabanda gólyalábasok és a Tájcsi Sportklub tagjai. 12 órától jó ebédhez szól a nóta Kothenc Lali jóvoltából. Vasárnap déltől a cigány és a szlovák ételek után a német gasztronómia is bemutatkozik. A nagyszínpadot 13 órától a szomszéd és szlovák települések népdalkörei veszik birtokukba. Ugyancsak 1 órától indul a 20 éves kiskörösi kutyaiskola jubileumi felvonulása a polgármesteri hivatal és a Pátria között az 53-as főúton. Idén a szüreti felvonulás a Popeye söröző elől indul, majd végigjárva a várost ugyanide érkezik vissza. 14 órától régiós ökölvívó bajnokság, azaz a pofon parti veszi kezdetét. A szüreti felvonulás után folytatódik a szomszéd és szlovák települések népdalköreinek bemutatója a szabadtéri színpadon. Ugyanígy 16 órától kihirdetik a sütiparádi eredményeit. Ezt a színpadot veszi birtokba 5 órakor Janicsák Vecca, majd 7 órakor Bobán Márkovics. A háromnapos szüreti fesztivál a 21 órakor kezdődő tűzijátékkal ér véget. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!